Lehet-e tudni, hogy mi történt itt pontosan tegnap délután, illetve az esti órákban? Igen, szóval történt meg egy sajnálatos esemény. A helyi cigányok, ki a 11-es évvel között felhívtak, hogy több száz fős gárdista egyenruhába megjelent a házuknál, kerítésen kívül, és be akarják őket támadni, és be akarják őket verni. És kérte a segítségemet, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a rendőrséget tájékoztassa, hogy a rendőri védelmet kérjék részükre, mert nem érezték magukat egyáltalán biztonságban. Én ezt meg is tettem, és négy rendőr jött ki a Ráckövi rendőrségtől, akiknek be kellett jönni a kapun kívülre, tehát a kapun belülre is, a gárdistákat kiszorítani, hogy le tudjanak bejönni a kerítésen belülre, mert be akartak jönni. Pajda megyét is tájékoztattam, és a megyei készültség, tehát kijött, kín busszal, tehát úgy tudom, hogy kb. 100-150 fővel jött ki. Ezt már a Ráckai rendőrkapitány úrtól tudom, akik biztosították volna itt a védelmet. Amikor megtudták, tehát ezt szintén a rendőrkapitány utánnyújtó alapján most tudom elmondani, meg a helyben itt, tehát a cigányok elmondása alapján, amikor megtudták valahonnan, kíváncsiak volnánk, hogy honnan tudták meg, hogy a rendőrség elindult, tehát a kétszerinti rendőrség elindult Budapestről Kiskolatázára, akkor ők feloszlottak, és szétszélettek, hát visszamentek a gyülekező helyükre, ami a kiskolatázai üvölődési ház. És ezt el tudom mondani, hogy a gárda mindig ott gyülekszik, mindig ott jönnek össze, ott parkíroznak, és ez a művelődési ház a polgármesteri hivatalnak az egyik közintézménye. Tehát a polgármester, én biztos vagyok abban is, és meg kívánom jelenteni, hogy a polgármester úr hívhatta, vagy tájékoztathatta a gárdát arról, hogy ide jöjjenek ki, hogy itt újabb problémát történtek. Azt is el tudom mondani, hogy a kapitány, tehát a rendőrkapitány úr tájékoztató alapján, hogy ez a hölgy semmilyen följelentést nem tett. Állítólag, tehát verekedés volt oda-vissza alapon, tehát ugyanúgy megsérült a cigányfiú, mint ahogy megsérült a hölgy is, és a gárda rendőrsége mégis kijött, és életveszélyesen fenyegették, különböző szavakat kiabáltak a cigányok elmondása szerint, hogy megölünk benneteket, fölgyújtunk benneteket, szétverünk benneteket, és a rendőrkapitány úgy szintén elmondta azt is, hogy a saját rendőreinek az élete nem volt biztonságban, úgy fel voltak bőszülve ezek a rendőrgárdisták. Ez történt az éjjel, ezért jöttünk ide ki, mert úgy gondoljuk, hogy ez továbbiakban nem lehet az, hogy mindig ezt az egy családot találják meg a gárdisták, és azért mondom ezt, mert az a személy, akivel tehát történt a magyar és a cigányok közt a veszekedés, az nem is itt lakik. Tehát innen jó 150-200 méter alakít, és mégis ezt a családot üldözik, háborúkasság, zaklassák őket, és életveszélyesen fenyegetik őket. És mi úgy határoztunk, hogy a MCF Roma Párt vezetése, én mint Pest megyei elnök és a csapatok tagjai, hogy most már sokkal hatatlanosabb védelmet fogunk nekünk biztosítani, és ott minden törvényes eszközzel megakadályozunk azt, hogy még egyszer ide a gárdisták meg tudjanak jelenni. Ehhez kérjük persze a rendőrségnek a segítségét, és kérjük azoknak a magyar állampolgároknak a segítségét is, akik ebben az utcában laknak, akik tudják, hogy ez a család normális körülmények között él, és de ők se tudnak tenni semmit ellene, holott nekem tehát mondják, hogy elítélik azt, hogy itt éjszaka, tehát 2-3 órán keresztül kiabálnak, zeng az utca, itt masíroznak, és ő az ő nyugalmukat, békéjüket is háborúság. Ez nem megengedhető, és a polgármesterünknek most már úgy a kötelessége lenne, hogy ezeket a cigányoknak védelmet biztosítson, és nem a gárdát lehívni. Tehát itt intézkedni kell, elkezdődött most a mi kampányunk is, a pártkampány, és minden olyan cigánynak, aki a pártba belép, védelmet fogunk biztosítani, és nem fogjuk hagyni azt, hogy a Jobbik, a gárdája által, hogy a cigányokat életveszélyesen fenyegeti, hogy bevonuljon, mint ahogy be is vonult a hátunkon a Európai Parlamentbe. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ők megjelennek, mi is ott leszünk. Hogy a cigányok ne érezzék magukat megvédve, és ne érezzék azt, hogy nincs, aki őket megvédje. Ezt a Roma Párt felvállalja az MCF
ma összefogáspárt.